tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és hát ahogy én megígértem, az úgy mondva mindig be van tartva, és hát remélem és igyekszem is, hogy ez így maradjon. A mai témánk nagyon érdekes téma. Szerintem mindenkit érdekel az a dolog, hogyha például, ugye hát például egy párkapcsolat elején, párkapcsolat tekintetében mi a biztos? Nem lehet tudni. De ugyanakkor azt szokták mondani, hogy a puding próbálja az evés, és hát annak ellenére, hogy ma divat a házasság, avagy nem divat a házasság, ha véget ér egy kapcsolat, bármiért is, az legyen egy megcsalás, legyen egy elhidegülés, és még sorolhatnám bármennyi mondva csinált ok, vagy bármilyen ok elő is fordul, újra gondolni egy életet, és újra tervezni egy új életet, az egyáltalán nem nagyon könnyű feladat. Na most az a helyzet, hogy akik már nem először házasodtak, és nem először próbálták ki hát a pudingnak azt a fajtáját, amikor ugye együtt élnek, és hát kiderül, hogy az együttélés során, avagy a házasság során, hát nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy azt elgondolták az elején, de hozzáteszem, azért gépfegyverrel senkit se állítanak az anyakönyvvezető elé. Hát pontosan akkor is, hát megpróbálnak új életet kezdeni, és megpróbálják az életüket újra tervezni. Na most többféle lehetőség kínálkozik, mert ugye az újratervezés során vagy saját magammal tervezem az új életet, de ha van egy kiszemelt valaki, akkor már ővele tervezek egy új életet, vagyis terveznek egy új életet. Most elnézést, hogy itt egyes szám első személybe beszéltem, de hát természetesen ugye arról van szó, hogy ilyenkor kőkemény a feladat, mert hát ha az ember ugye egyes szám első személyben gondolkodik, és csak magáról van szó, akkor megint máshogy áll neki az életét újra tervezni egy válás után, ami szintén, vagy egy szakítás után, ami hatalmas katarzissal jár. Pláne akkor, ha az elszenvedett fél, ugye az illető, vagyis hát mi vagyunk, akkor sokkal nehezebb elviselni a fájdalmat, a nehézséget, a szakítást, és hát a mellőzöttségnek az állapotát. Na most, amikor már ugye ez megtörténik, akkor kénytelenek újra kezdeni valamilyen szinten az életüket, mert rákényszeríti őket a sors. De vajon, ha ilyen felmerül, akkor mennyi ideig tart vajon az, hogy kiheverje azokat a nehézségeket, és rájöjjön arra, ráébredjen arra, hogy na itt a vége, és akkor fel kell állnom, és újra tovább kell mennem. Hozzáteszem azt is, hogy azért gyerekekkel, családdal elválni mindig sokkal nehezebb, és ugye van egy érzelmi része az egésznek, és van egy anyagi vonulata az egésznek. Tehát előjönnek a financiális problémák is. Én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy amikor az ember valamilyen szinten és túl van egy olyan időszakon, amikor most legyen az egy mellőzöttség, egy elhagyottság, egy kiszolgáltatottság utáni rész, vagy egy rossz házasság, amikor az ember egyedül marad és megpróbál kitérni fel, állni ezekből a nehéz helyzetekből, akkor jó, hogy a segítség mindig valamilyen szinten megvan. De akkor is el kell tervezni, és racionálisan kell gondolkodni, mert minden nap, ugye hát nap van. És hát a másik pedig az, hogy ilyenkor ugye a prioritás mindig az elsőbség, az, hogy az ember hogy tud megfelelni a hétköznapoknak. Az érzelmi oldalát van, amikor egy kicsit odébb rakjuk ilyenkor, de hát a sértődöttség és a bánat az még mindig ugye az ott marad, mert hát ennek ott is a helye. Ha a probléma máshogy oldódik meg, és hogyha úgy alakul az egész, hogy az illető próbál egy új kapcsolat által egy újratervezést megindítani az életében, hát akkor egy teljes új élet kezdődik, és akkor teljes más szájízzel lépünk ki itt a hadszíntérre, mert akkor viszont új célok foglalkoztatnak.
Na most egyik sem könnyű, és miután mindig kettőn áll a vásár, azért én mindig megállt szoktam ilyenkor egy kicsit kérni az illetőktől, mert amikor egy válás után vagyunk, akkor nem szabad azonnal belebonyolódni egy együttélésbe és egy újratervezésbe. Hagyjunk időt. Szerintem ez a legjobb feladat. Mert amikor nem hagyunk időt és kapkodunk, annak nagyon-nagyon meg lehet inni a levét. De hagyom önöket is szóhoz jutni, én ezt a témát vetettem fel most ebben a műsoromban, és úgy gondolom, hogy vannak, akik éppen mostanában élnek át egy ilyen korszakot. Kérném is, hogyha valaki a vonalban van, akkor nyugodtan szólaljon meg, és úgy gondolom, hogy lesz is. Azért elismételném a telefonszámot, a 269-0386-os telefonszámot, ahol várok mindenkit, aki megszokta, ugye, hogy interaktív a műsor és betelefonál a műsorba, azt nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Tehát itt is az első kérdező. Ön van a vonalban. Jó estét kívánok, Zsuzsika Ilona vagyok. Jó estét, Ilona. 1960-02-09. Igen. Most nem véletlenül hívom, mert tényleg nekem van türelmem, de most annyira el vagyok már keseredve. Hát tudom, hogy az én időm az február 9-től kezdődik, ugye? De hát azóta semmi, de semmi, minden áll, nem tudom, hogy... Kérem szépen, a május 15-éig eléggé káoszos a fönti hierarchiákban itt a történet, és azért eléggé nehéz fényszögeknek vagyunk kitéve, nem csak ön, hanem mindenki. Igen, csak nekem mindig ez van, nem tudom, hogy ennyire rossz a születési dátum. Egyáltalán nem. Most van. Tessék nem figyelni. Én hallom. Olyan, hogy rossz születési dátum, olyan nincsen. Vannak nehezebb napok, vannak könnyebb napok, és vannak olyan születési képletek, amelyek mutatják a harciasságot, a feladatviselését, de az, hogy meg kell oldani valamit, az mindenféle szinten mutatkozik. Kérem szépen, nyugodjon meg, Ilona, mert felperegnek az események. Már alig várom, mert tényleg most már én türelmes vagyok, de most már végén járom, hát nekem, annyi mindent beleraktam, energiát mindenbe, a munka, a párkapcsolat, minden áll, semmi, minden, annyi pénz elment. Most várjuk az időpontot a vizsgára, a vezetésre, és hát arra is nem tudom, hogy ebben a hónapban meg lesz-e, sikerül-e, nem tudom. Hát kérem várom, szépen, hogy mit lát, hogy mit jövő június elejéig biztos, hogy meg lesz. Tehát most június elejéig, június közepéig ennek meg kell, hogy legyen. Remélem, hogy sikerül is. És sikerülni is fog, de aggodalmaskodni ez iránt egyáltalán nem kell. Mert annyi pénz elment, de nem is az a lényeg, hanem amennyi erőt én belefektettem, hát szóval az... Tudom, de annak ellenére higgyel nekem, hogy annál nagyobb lesz az öröm. És felperegnek a az események. Ott mi várható? Marad a régi munkahelye, most az a legfontosabb, hogy esetleg máshol, vagy ott marad, esetleg egy-két órával több valamit be tudok vállalni, hogy mi hogy alakul. Na most van egy jó hírem magának. Az, hogy például ebben az évében, hogy mikor nem tudom, mert jövő februárig csillagászatilag azért... A Merkur általában az egy olyan jó bolygó, hogy mindig egy olyan pörgést ad ennek az évnek, és olyan lehetőségeket fog ez az év önnek tartogatni. Tudom, hát még hosszú a február 9. Még azért odébb van, de higgyel nekem, hogy pénzes év előre halad, és ha még esetleg a munkahelyén változás is történik, előbbre jut. Higgyel nekem. De marad a régi munkahelye, jutok előre? Akár. De akár nekem még is ott jó, is. Tehát nekem nincs semmi gondom ott senkivel. Persze. Ott is még lehet egy előrehaladás, vagy egy kicsit több lehetőséget kap az égiektől. De az biztos, hogy előbbre halad, sokkal többet fog tudni tenni saját magáért, túl van a nehezén. És azt mondom önnek, hogy körülbelül higgye el nekem, hogy egyedülétre utaló bolygója egyáltalán nincsen. Igen, ezt hallottam már. Hát és most higgye el nekem, igen, elhiszem, Ilona. Csak most már azért is teszek mindent, de hát most nyilván... Na most nem fog sikerülni. Higgye el nekem, hogy most nem fog sikerülni. Ha annyit tesz érte, egyáltalán nem fog sikerülni. Engedje el, akkor kapja meg. Jó. Akkor fogja megkapni. Hozzáteszem önnek azért a mostani korszakában az a pörgés, amit most ebben az évben ez a Merkur rezgés tud mutatni. Én azt mondom önnek, hogy lehet ismerettsége, lehet olyan valaki, aki bejön az életébe, de egy év még,
amíg ez lezongorázódik. Tehát egy év kell ahhoz, hogy megalapozódjanak és megstabillá váljanak azok az energiák, amelyek, hál' Istennek, az ön párkapcsolatát megoldják. Tehát most össze kell érni mindennek, és hát ahogy azt szoktam mondani, hát azért várjuk meg azt az úriembert, akinek éppen... Jó, persze. Most van egy olyan nehéz korszaka, hogy oda kell magához érjen, hát azért eznek idő kell. Értem. Na most tehát akkor ez a vizsga sikerülni fog. Sikerülni fog a vizsga minden bizonnyal. Akkor csak legyek türelemmel, még most tényleg nagyon sokszor el voltam már keseredve, de ennyire még soha nem, mint most, hogy minden áll, nem, de legalább valami indulna már be, vagy mozdulna. Na vagy de vagy Ilona, valami. Meg fog mozdulni, és remélem, hogy a kanyart nem 80-nal vette be. Majd fogok jelentkezni, megígérem. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy meghallgatott, és kívánok nagyon jó erőt a további munkához, és egészséget. Köszönöm szépen, viszont kívánom önnek. Haladjunk tovább. Hál' Istennek ez egy jó korszaka lesz, még ha nem is hiszi el, majd meglátja. Haladjunk tovább, és hát ténylegesen az, hogy valaki újra tervezze az életét, ahhoz tényleg nagyon sok minden kell, de fel kell ismerni, tehát én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy teljesen mindegy, hogy ki kit hagy el, ha már egyszer így alakult, akkor érdemes egy nyugodtabb pillanatunkba leülni, egy füzettel, egy kockás füzettel, és kiírni saját magunkból, hogy mi az, ami elment, mi az, ami most van, és mi az, amit szeretnénk. Itt a következő kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök önben a műsorban. Jó estét kívánok, drága Zsuzsika! Jó estét kívánok, Zsóka vagyok! Üdvözlöm, Zsóka! 48-05-24. Igen. És nagyon szeretném megkérdezni, hogy mi vár rám, mert 8 hónap alatt 3 halottunk volt. Ezt nem értem teljesen. Mi is volt? 3? 3 halott. 3 rokon ma halt meg. Tessék? Na most tessék figyelni, ezzel nem igazán tudok mit kezdeni, mert sajnos az életben vannak olyan szakaszok, amikor eltávoznak idősek, tehát olyan problémák vannak az életben. Nem voltak idősek. Egyszerűen hirtelen jött egy betegség, és nem is ez a vírus, hanem úgy egyáltalán. Drága Zsuzsika, nem csak ez a probléma, hanem az a probléma, hogy a családom belül is, a gyerekeim között is, én közöttem is nagy problémák vannak, hogy remélhetőleg nem lesz probléma ezekből, és ez kivékülésre vezet, remélem. Kérem szépen, tág család, szűk család esetén, hát ön a harmóniáért én úgy látom, hogy mindent meg is tesz, és mindig is megtett. Tehát itt tulajdonképpen lesz kibékülés ebben a családi mostani helyzetében, de úgy látom, hogy azért ez a korszak lényegében májustól fog változni. Értem. Tehát egy kicsit még azért legyen türelemmel, mert most ez a hónap kimegy, és azért 24-e után megváltoznak a rezgések önnel szemben. Tehát azért... Az a helyzet, hogy borzasztóan odáig vagyok a szeretetért. Mindent megteszek a szeretetért, és borzasztóan vágyom a szeretetre, a törődésre, a megértésre. És ezt valahogy nem kapom meg, és annyira meg vagyok néha bántódva. Tudom, hogy én is hibás vagyok. Na most mondok én magának valamit. Soha nem lehet ezt mérni, hogy ki mennyit adott, és ki mennyit kapott. Ez a legnehezebb. Igen. Számon kérni, hogy de én sokkal többet adtam, mint én kaptam. Ez egy butaság. Nem lehet, mert minden ember és minden csillagjegyű ember a szeretetét teljesen máshogy fejezi ki. Én nem csodálkozok magán, tehát én ezt tökéletesen meg is értem. Például eltelik 3 nap, hogy felém se néznek, rám se telefonálnak. Beteg ember vagyok, beteg problémáim vannak, sok gondom van, és mégse törődenek vele, hogy most hogy vagyok, jól vagyok-e, minden megvan-e, nincs-e probléma. Ezek esnek nagyon rosszul. Elhiszem, és sajnos, hogy nagyon sokan vannak így, de attól még az nem azt jelenti, hogy magát nem szeretik.
ha esetleg ezt szóvá teszi, akkor jönnek a magyarázkodások, és jönnek azok a nehéz helyzetek, amelyek konfliktust tudnak előidézni. Érti? Igen. Tehát ez nem jó. Ez nem jó. Egyáltalán nem jó. Hanem próbálja meg egy kicsit másfele vinni az egészet. Merre felé próbálkozzak? Mit csinálja? Na most én megkérdezném azért magát, teljesen egyedül él? Én egyedül élek, a gyerekek meg másik házba élnek. Értem. Nem együtt lakunk. Egy városba lakunk. Egy, igen, azt én tökéletesen látom, de viszont az van, hogy mégiscsak tehát azért érdemesebb lenne, hogyha ön próbálna egy kicsit talán türelmesebbeknek lenni. Jaj, ne, nagyon nehezen megy. Tudom, tudom. De próbálja magát elfoglalni. Ilyenkor az a legjobb. Nincs valami hobbija? Nincs. Kerekes székhez vagyok kötve. Ja, értem. Hát akkor meg nagyon nehéz a helyzet. Nézze, májustól könnyebb lesz a helyzete. Én úgy gondolom, és érdemes lenne változtatni bizonyos dolgokon, itt családilag átbeszélni a dolgokat, hogy kinek, mit tudom én, milyen segítséget tudnak önfelé nyújtani. Aha. De hát, én nem javasolni tudom. Máshoz, tehát nem lakunk akkor együtt, gondolom, azért csak nem lakunk együtt, mert az nem is biztos, hogy jó lenne. Egyáltalán nem lenne jó. Egyáltalán nem lenne jó. Túl érzékeny hozzá. Igen, igen, igen. De érdekes, mert kisgyerek korom óta mindig ilyen nagyon érzékeny voltam, és mindig a szeretet után mentem. Ezzel nincs probléma. Ezzel egyáltalán nincs probléma. Egy korai iker, aki általában tehát a szeretetészsége sokkal nagyobb, és pörgősen szeretné, hogy szeressék ilyen iker, gyönge iker módjára. De én arra gondoltam, hogy egy kicsit talán próbáljon meg olvasni, másfele elvinni az energiáját, és akkor talán nem fog unatkozni. Most félre ne tessék érteni, én megértem önt. És meg is értem, hogy ez nem unalom az ön számára, hanem most szeretet hiány. Egy kicsit, hogy sikerül-e valami, egészségileg rendbe próbálok jönni, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Hát nézze, ez egy jó időszak, ami most jön. Ez egy tökéletesen jó időszak, ami most jön. Nagyon jó. És hát kérdezem már meg, hogy a gyerekek között nem lesz semmi összetűzés, vagy ilyesmi, remélem. Nézze, próbálják meg ezt a korszakot átélni, és próbálja meg egy kicsit talán olyan villámhárítóként kezelni a dolgokat, mert elképzelhető, hogy a gyerekeknél, de hát most itt a gyerekeknek a születési képlete nincs előttem, és arra már nagyon idők sincs, hagyjunk mást is szóhoz jutni, jó? Jó, jó. De türelmet kérek. Szép korszaka jön, nyugodjon meg. Jó, köszönöm szépen. Egy kicsit merítsen erőt. Köszönöm szépen. Egy kicsit merítsen erőt máshonnan is. Jó, megpróbálok. Köszönöm szépen a tanácsot, viszont tanácsra. Minden jót kívánok. Haladjunk tovább. Hát ennek aztán semmi köze nem volt az újratervezéshez, de hát mert párkapcsolati újratervezésről van szó. De ugyanakkor azért mégiscsak nagyon fontos, tehát, hogy az ember az előre tervezést, vagy az újratervezést miként éli meg. Elvonatkoztatni egy fájdalomról, mert ugye hát természetesen, amikor válásról volt szó, vagy egy szakításról, akkor nagyon nehéz. És félek attól, hogy nagyon sokan beleviszik az újratervezésbe a fájdalmukat is. El fogom magyarázni. A következő kedves hívót köszöntöm nagyon nagy szeretettel. Halló! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ildikó vagyok. Halló! Igen. Ön van a vonalban. Tessék igen, szíves lenni. Igen, mit mondjak? Igen, a születési képletét kérném 42, szépen. 42.07.10, július 10. Gyönyörű képlet. És miben segíthetek önnek? Hát, hogy velem mi lesz, mert történt, ami történt, de tessék megnézni. Hát, drága, nagyon sok minden tud történni egy életbe. Tehát... Mondjak valamit?
Véget ért valami? Igen, egy élet. Ajjá. A férjem. Őszinte részvétem. Most, ma egy hónapja. Őszinte részvétem. Hirtelen, váratlanul. Idős volt, de váratlan volt. És én meg cumnyatöréssel másfél éve szenvedek, nagy fájdalmak közepette. Hogy meddig, hogyan tovább. Na most elsősorban itt lezárult egy korszak az ön életében. Igen. Nagyon de, fájdalmas. Tudom, de ezt nem lehet csak így. Tehát tulajdonképpen az, hogy lezárult egy korszak, az egy dolog. De ugyanakkor még nem jött el az időszaka önnek, amikor úgy mindenből elege lesz, elkezd besokalni, és elkezdi kilomtalanítani, de ugyanakkor újra is kezdeni az életét, az most következik-e júliustól? Igen. Igen. Pedig hát ugye tetszik látni, hány éves vagyok. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Nagyon rossz állapotban vagyok. Na most milyen fájdalmai vannak fizikailag? Hát a cumnyaktörésből kifolyólag. Ugye műtöttek jobb oldalam, teljesen fáj, meg hát... Abból meg fog gyógyulni, fel fog állni. Hát másfél éve történt, nem javul. Úgyhogy reményem, már voltam rehabon, most is nemrég jöttem az a Visegrádról, nem akarom én itt mondani az életemet, csak egy dióhéjba ennyi. Igen, de tessék rám figyelni. Igen. Most júliustól. El fog maga körül rendezni mindent. Mert egyedül vagyok, és én még életemben nem voltam egyedül, és rettenetesen nehezen viselem az egyedül létet. Nem bírja a magányt? Nem. Itt volt a másik szobában egy ember, aki itt volt, és sokszor a segítségemre volt. Nem mindig, mert azért nem kell glória a feje köré, még ha meghalt is, ezt el kell, hogy mondjam, mert ez hozzátartozik az igazsághoz, de akkor is hiányzik. Minden ilyenkor megszépül, és más lesz, amikor... Persze, ez az életrendje, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ugye? Kérem szépen... Álmába, családja, gyereke nincs egyáltalán? Tessék? Családja, gyereke vagy valaki? Van egy lányom, igen, de ő messze lakik, Csepelen lakik magyarul. Tartom vele a kapcsolatot, meg van egy testvérem, ővele is tartom a kapcsolatot, de hát itt nincs senki, itt egyedül vagyok. És most az a nagy gondom, hogy mit csináljak magammal, mármint úgy, hogy olyan terv volt, nagyon gyorsan mondom, hogy eladjam a lakást, és egy otthonba mennék be, vagy... Na most előbb-utóbb be fog következni, ezt meg viszont én mondom gyorsan, hogy a következő júliusi korszak el fogja hozni azt a döntést önnél. Most július? Igen, júliustól. Mert még őt nem temettem el, ugye? Az egy más dolog, de igen? El fog jönni az a korszak, hogy meg lesz rá a megoldás. És jó megoldást fog hozni. Igen. Igen. Mert nem, egyelőre tanácstalan vagyok, hogy mit csináljak, mert ez az egyedül lét, ez borzasztó nekem. Hát igen, de viszont... És ezzel a nyomorúságommal, hát a rollátorral közlekedem, tessék Értem. Elképzelni, én nem Na tudok menni. Elnézést kérek, de közben a műsoridőnk már lejárt. Én tudnám folytatni. Én annyit javasolok önnek, hogy tessék egy kicsikét még elgondolkodni ezen. A július odébb van. Ez jó lenne, hogyha a családjával megbeszélni. És utána még mindig ráérünk azon gondolkodni, vagy ráér azon gondolkodni, hogy esetleg egy otthont igénybe vegyen. Elképzelhető az akkor? Is. Így van. Így van. Ja, igen, ez egy jó útmutató nekem. Hogy inkább akkor maradjak még itt egyedül valameddig. Nézze, egy kicsit még emészze meg ezeket a dolgokat. Nincs még itt az ideje ennek a hirtelen elhatározásnak, de ugyanakkor én azt mondom önnek, hogy egy kicsit talán még várjon. A július utáni korszak el fogja hozni a döntést. És
azt a jelzést én valahonnan fogom kapni, hogy mit saját magától, így van, saját magától, de igen. Először üljön össze a család. Hát. Próbálja meg. Megváltoztatni. Nem jól működik nagyon a mi családunk, de hát... Ez soha nem ezt lehet tudni. Kérem szépen, megváltoztak a körülmények, más lett az élete, igen. De ha annyira mégiscsak nehéz, akkor meg viszont nem lesz más választása. Az egyedülmét ellen. Meg kell gondolni. Meg hát kell gondolni. Igen, én tudom nagyon jó, csak ez az egyedül létezett. Én most tulajdonképpen még mindig mondhatom azt, hogy ilyen félig sokba vagyok, mert váratlan volt ez az esemény, ami történt. És elnézést nagyon kérek. Nehezen viselem, csak ezért. Elnézést próbálok kérek. Próbálok tanácsot kérni. Próbáljon meg egy kicsit erősebb lenni, mert saját magának kell megoldani ezt a feladatot. Jaj, ami történt, megtörtént, a rákok erősek. Egy napbehatású rák az ragyogni tud még, akárhány éves. Jövő csütörtökön megkereshetem még? Így van, várom szeretettel. Köszönöm szépen addig is, megpróbálom. Jó, köszönöm szépen. Én köszönöm. Minden jót kívánok. Viszont és örülök, hogy velem voltak. A jövő héten teljesen más témával fogok előrukkolni. Tehát az újra tervezést, azt lássák, az minden szegmentében benne van az életünkben, az újra tervezés, mert ha egy párkapcsolat véget ér, ha egy élet véget ér, bármi véget ér, mindig ki kell, hogy lépjünk a hadszintérre valamilyen szinten. Tehát itt tulajdonképpen másról is van szó, de maradjunk a párkapcsolati problémáknál. Nem morbidizáljuk itt el a dolgokat, hanem lépjünk egy kicsit tovább, és a jövő héten várom Önöket ugyanilyen nagyon nagy szeretettel, és köszönöm, hogy velem voltak. Érdemes lesz velem tartani, mert a jövő héten megbeszéljük, hogy a párkapcsolati korkülönbségek hogyan is állnak a nagyvilágon. Tehát várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, minden jót kívánok!